első kérdés a Blik nézőinek, hogy ki van a képen. És akkor itt is van a megoldás, öreg maga bohóc. Nádas György. Nagyon jó ez a maszk. Ez volt a ti nagyon optimista válaszotok a Covidra, hogy egy kicsit ezen is lehessen mosolyogni? Igen, bár az elején rettenetesen komolyan vettem és meg voltam ijedve. Aztán már ott tartok, hogy hát ez van, akkor együtt kell élni vele. Azt látom, hogy nagyon pozitívan sugárzol. Ez most minek köszönhető? Tényleg jól vagy? Tényleg jól vagyok, és hát várom a jövő évet, hogy beteljesedjen az a 60-as szám. És mennyinek érzed magad? 800-nak. Hát eleget éltem én már, de azt hiszem, hogy az elmúlt években valóban megtaláltam azt az utat az életemben, amit követnem kell. És kicsit következetesebben, kicsit előre gondolkodóbban, kicsit fegyelmezettebben élek. Ez mit jelent egész pontosan? Nagyon, nagyon akár a pénzre jobban figyelsz, akár a munkákat jobban próbálod, nem is tudom, kontroll alatt tartani? Vagy ez mit jelent nálad? Megfordítom a dolgot. Nem tudom elképzelni most, másfél évvel a Covid kezdése előtt, hogy mi a bánatot csináltam én egész nap a városban. Hogy hova szaladgáltam, minek? Minek? Megtanultam azt, hogy a kis territóriumban elég, hogyha mozog az ember, nem kell mindig mindenütt ott lenni. Hanem csak ami fontos, azt és azokkal venni körül magát az embernek. Például ezen a kis helyen, ahol most ülünk, minden péntek délután 4-kor Vinkó József barátommal és Vajda Pierre barátommal itt megvitatjuk a világ meg a gasztronómia dolgait, a művészetet, a kultúrát, a könyveket. És ez lehet, hogy már ilyen öregemberes, de annyira hiányzott az, hogy olyan emberekkel legyek megint, akiktől még én is tanulhatok, sőt. Beszéljünk arról is, hogy akkor most rádiós műsorvezetőnek álltam. Úgy érzem, hogy itt a Dankonál megtaláltam magam. Teljesen szabad kezet kapok, hogy kik a vendégeim. Kezdtem nagyon már megszeretni műfajt is, és hát ennél a rádiónál nem csak magyar nóta van, meg cigányzene, hanem operettek, sőt 60-as, 70-es, 80-as évek magyar slágerei is, úgyhogy már nyitottunk mi is. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire hozzád közel akkor ez a zenei műfaj, mert nem gondolnám, hogy például te ilyen zenéket szeretsz, megfogyasztasz, meghallgatsz, vagy ez közben összecsiszolottatok? Ahogy irekszik az ember, úgy tér vissza a klasszikusokhoz, meg a magyar nótákhoz. És mindegyiknek megvan a szépsége. Valahogy olyan furcsa, hogy amikor először Elvis Presley-t is elkezdtem hallgatni, vagy Frank Sinatra-t, ahhoz azért már 40 felé kellett közelíteni, hogy azt az életérzést, hogy egy férfinak milyen az, amikor ő el tudja sírni magát. Ezeket meg kell tapasztalni. Te el tudod sírni magad? Hogyne. Saját magamon leginkább. De tényleg, és szerintem az a férfi, aki nem tud sírni, az nem férfi. Ha én magamból indulok ki, én egy bármilyen telefonreklámon elsírom magam otthon a tévé előtt, tehát jó embernek mondod ezt. Neked mi volt az utolsó, ami mondjuk elkönnyezted magad? Hát most a legutolsó az a franciák elleni döntetlenünk volt. De ahol már az első gólnál elsírtam magam. Én csak ordítottam. Hát igen, az szép volt. És most itt tudjuk az eredményeket már, hogy mind Franciaország, mind Portugália kiesett. Valóban át kéne értékelni egy kicsit a magyar szereplést, hogy azért nem akárkikkel voltunk mi egy színvonalon. De jó, akkor nagyon követed a focit, vagy csak most az EB körül? Csak bizonyos mérkőzéseket nézek meg. A vízilabdát, meg a női kézilabdát, azt nagyon szeretem. De lehet, hogy ezek után már elkezdem nézni a magyar focit is, mert ez egy nagyon nagy felkiáltójel volt. A humor, az messzebb került tőled? Mert hogy kicsit azt érzem, hogy talán már az a Nádas György annyira nem, vagy kicsit tovább léptél. Tehát már ilyen önálló estek, ami kifejezetten a humorról szól, az még van az életedben, vagy tervezed? Nem hiányzik. Amikor ezen a helyen ültem szintén, amikor Gesztesi Karcsi másfél évvel ezelőtt elment, és akkor elhatároztam, hogy nem akarok többé színházban szerepet vállalni, nem akarok olyan dolgokban részt venni, ami azzal jár, hogy utaznom kell, és nagyon megválogatom, hogy mit vállalok el. Érdekesség volt, hogy voltam egy falunapon. Kifejezetten engem kértek,
és én tavaly augusztus óta nem voltam színpadon. És valami olyan munkába tellett, hogy összeszedjem a gondolataimat, hogy mit fogok beszélni, pedig hát a közönség nem tudja, mert azt improvizálok, amit akarok. És megmondom őszintén, egy fél óra ácsorgás a színpadon úgy kivette az erőmet, hogy még abban is belegondoltam, hogy lehet, hogy én is áttestem a víruson. Sok megkeresésed van még egyébként? Tehát foglalkoznak veled? Most hívnak? Már hál' Istennek megint, de már elgondolkodom, hogy elvállaljam-e, mert szóval amikor egy korosodó ember jó pofizik a színpadon, az egy idő után már nem szórakoztató, hanem hogy is mondjam, kínosan szóval nem nevetséges, nem szórakoztató. Ne, szerintem nem. Tehát azt érzed, nem sokan tudták ezt sokáig csinálni. Hát volt egy-két zseni, aki élete végig ez érted, de másrészt pedig olyan lámpaláz van bennem, ahogy korosodom egyre inkább, hogy ha nekem délután vagy este van egy fellépésem, már reggel nem lehet hozzám szólni, és gyomorgörcsbe ülök az autóba, és pánikolok, és félek, és szörnyű. Na figyelj, ha valakiről én nem gondolom, hogy lámpalázas, az te vagy. De... Abszolút lámpalázas vagyok. Be vagyok tojva, amíg ki nem megyek a színpadra. Ott már tudom, hogy rajtam múlik, de addig mindenféle máson múlhat. A hangosításon, a világosítás, nincs levegő, meleg van, füst van, oda fújnak orrom alá cigarett, nem. Azok szörnyű dolgok, így elgondolva is. Eszméletlen, hogy ezt mondod, tényleg most meglepett. Tudom azt, hogy nem mehetek el amellett, hogy meg ne kérdezem, hogy Markos Gyurival éppen most milyen a viszonyotok. Beszéltek, tartjátok a kapcsolatot, esetleg valami közös még láthatunk tőletek? Hát volt egy érdekes gondolatom tavaly előtt, úgy kell mondjam, mert ez az év úgy is kimaradt, amikor az jutott eszembe, hogy hát már színpadon nem akarunk mi marháskodni, de a közönség kíváncsi rám. És kitaláltam egy olyat, hogy egy hotelben vagy étteremben én összeállítok én egy úgynevezett retro ételsort, azt megkapják a kedves nézők, és utána mi egy kis pódiumon leülünk a Gyurival, fölöttünk egy kivetítőn, vagy egy nagy képernyőn a legnépszerűbb jeleneteink mennek, és előtte-utána mindig elmondjuk a sztorikat, hogy születtek ezek. Ebből csináltunk két előadást, aztán ez úgy hamvába hult, mert ezzel is annyi munka van, hogy én már nem akarok ennyit dolgozni. Végül is, amit szerintem humoristaként elérhettetek, azt el is értetek. Tehát ez neked mind megvolt. Időben ki tudtunk szállni, szerintem ez volt a titka annak, hogy még a mai napig úgy emlékeznek ránk, hogy jaj, de jó. Tehát akkor ez a sikeretek titka, hogy időben tudtatok pontot tenni rá? Most így utólag, hogyha analizálni akarnám, akkor nyilván az is titka lehetett, hogy mi soha nem akartunk jókat mondani. Mi szórakozni akartunk, és mi nem tudtuk, hogy ennyire vevő a közönség. És a másik pofátlanságunk az, hogy nekünk természetes volt, hogy miket szeretnék. Mennyire vagy képben a közügyekkel, mennyire foglalkozol a napi aktualitásokkal, mennyire fontos az, hogy mindig tudj mindenről, vagy inkább ezzel úgy nem foglalkozol? Az a baj, hogy én nagyon hírfüggő vagyok. Tehát én mindenféle csatorna, mindenféle hírét minden órában megnézem, elolvasom, azzal kelek rögtön a hírekkel. Nem kéne. És teljesen igaza van annak, aki azt mondja, hogy ne foglalkozz veled, éld az életedet. Én úgy szeretem tudni. És fölidegesíted magad? Nem annyira, csak azt a kényszert érzem magamba, hogyha valahol valami szóba kerül, akkor én képbe legyek, és esetleg tudjak egy saját gondolatot hozzátenni. És akár sajtó felé mennyire kommunikálod a véleményedet adott kérdésekben? Vagy ezt inkább megtartod magad? Nem, ilyenben nem. Nem, sőt, jó helyre mondom, de azt is már jobban örülök annak, hogyha nem kérdeznek és nem írnak róla. Túl vagyok rajta. Vannak üdítő kivételek természetesen, akiknek szívesen, de hát ez személyfüggő is. Köszönöm szépen, mert bocsánat, az, hogy nem tudok odáig elhajolni. És a régi kollégákkal, akikkel mondjuk bejártad az egész országot, vagy akár tévéműsorokat készítettél, tartod-e a kapcsolatot, vagy inkább ha találkoztok, akkor jó a viszony, és egyébként pedig annyira nem? Hát ez egy fájdalmas kérdés, mert hát Böröcki József, Bajor Imre, Bonc Géza, Hofi Géza, Katona Jani,
velük jártam az országot. Heller Tamással azért egy-egy hónapban biztos, hogy fölhívjuk egymást és találkozunk, összejövünk egy kis beszélgetésre, de általában sajnos úgy szokott történni, hogy akkor kapok kollégától telefont, hogyha azt hallom benne, hogy hallottad, hogy ő is elment. És ez nem jó. A magába fordultabb lettem én is. Amikor Boncz Gézát elvesztettétek, az gondolom hatalmas törés volt az életetekben. Hát nekem ő 20 éves koromtól a legjobb barátom volt egészen a haláláig, de úgy, hogy a testvéri jó barátom. Hát képzeld el, hogy 6 hétig együtt voltunk az Egyesült Államokban. Azért ez egy nagyon nagy bizalom kell két ember között, hogy ott legyünk. Meg hát számtalan olyan dolog, ami nem mondom, hogy most már könnyebb visszaemlékezni, de hát már mosolygósabban tudok visszaemlékezni azokra az együttlétekre. És egy rendkívül intellektuális ember volt, ugyanakkor volt egy nagyon gonosz humora, és abból táplálkozott. Mi a kedvenc sztorit tőle? Mert mindenkinek van valami jó Boncz Géza sztoria, csak hogy a legautentikusabbtól hadd kérdezzem ezt meg. Hát talán az, amikor a feleségének mentünk vásárolni, mi ketten, férfiak, egy bizonyos piros, ilyen színű, ilyen alakú, kisvarrott cipőcskét. És már 314. boltba mentünk be, amikor Géza azt mondta, hogy kezdjétsókon, ha tud nekem adni egy ilyen piros, varrott, akkor itt rögtön elvettem magam. És a csaj kihozta azt, amit a Zsuzsi a felesége akart. És Géza azt mondta, köszönöm szépen, és ez a 160 kilós ember, bám, így elvágta magát. És akkor nem az, hogy szégyelte magát az ember, hanem az volt, hogy na, milyen barátom van. Lehet csuda pali volt. Én egyszer azt hallottam, amit nagyon imádtam, hogy művész úr nem látta a 60-as levezetőt, miért ellopta valaki? Tehát rengeteg ilyen sztori van. Ő akkor 0-24-ben vicces volt. Igen, de ő sem akart vicces lenni. Ő neki is természetes volt az, hogy ő így ilyen. Neki fordítva volt bekötve az agya. Könnyen összecsiszolódtatok ti hárman a Gyurival és a Gézával? Vagy ott is voltak? Gézával mi sokkal közelebb álltunk egymáshoz, gondolkodásban is, életvitelben is sajnos bizonyos esetekben. Gyuri az mindig kívülálló volt, de ő is nagyon-nagyon becsülte és tisztelte a Gézát. Említettél egy olyat, hogy az aranyszabály az egy rozéfröccs esténként? Nem biztos, hogy egy az, de hogy csak rozéfröccs, és 6 óra után feltétlenül. És akkor az azzal le van tudva minden káros szenvedélyed? Minden. Soha életemben nem dohányoztam, gyűlölöm a füstöt. Nem bírok elviselni magam körül olyan embereket, akik füstölnek. Bárkint voltunk a Gézával Honoluluban is, az említett időszakban, de eszem ágában nem volt kipróbálni a kábítószert sem, soha. Nem, nekem ez a kis esti rozéfröccsözés, ez kellemes, megnyugtató, soha nem voltam részeg, mindig föl tudok ébredni, akár hajnalban is, de az meg igenis kell, az kell. Van még bármi olyan a bakancs listádon, amire még nagyon vágysz, amit még nem próbáltál ki, akár utazás, akár munka, akár magánéleti síkon? Az a furcsa, hogy én nagyon szerettem utazni, de ez az elmúlt rohadt másfél év, ez elvette a kedvemet az utazástól is. És nem attól félek, hogy megkapom kint a vírust, hanem hogy mi van, hogyha jön egy olyan, hogy puff, akkor határzál, és ott maradok. Nem bízom abban, hogy ezzel megúsztuk ezt. Nagyon nem bízom. Szerintem itt még fogunk mi bőven hordani maszkot, meg leszünk mi még otthon a télen. Azért mondod, mert van egy nagyon menő maszkod, és nem akarod nem hordani. Szerintem ennek ez a titka. Én optimista vagyok ebben. És ha nem utazás, hanem bármi szakmai bakancslista? Azon már túl vagyok. Voltam már fél évig az új Mikroszkóp Színpad művészeti vezetője. Nem, elég, nekem elég. És tök optimista vagy, és most minden rendben van úgy, ahogy éppen van. Igen. Nagyon meg vagyok elégedve a mostani élethelyzetemmel. Jó, várjál, ez ilyen nagyon őszintének tűnt, de tényleg ez az igazság, és ebben ez a lényeg, hogy igaz, volt mélypont, de hogy most jó helyen vagy, és mindennel igen, meg vagy igen. Elégedve. És nagyon jó az inged, ezt meg a végén mindenképpen ezt köszönöm szépen, ez Joe bácsi, akit látsz Hawaii-ról, aki néha hazatér.
Ja, és ja, tehát ruha teszi az embert alapon, amilyen ruha van rajtad éppen olyan stílusban, érzed magad? Én majdnem, hogy mindig ilyenben vagyok, a nyárban, akkor, és már 20 fok környék, akkor rövid nadrág, hiába vagyok, vén, mint a országút. Ez a kis rohadt színes ing, ezt nekem ebbe érzem jól magam. A 800 éves Hawaii inges. Nagyon szépen köszönöm, Gyuri. Én köszönöm. Még bármi, amit esetleg fontosnak tartasz elmondani? Világbéke.